A 2019-es év nagyon mozgalmas volt kulturális szempontból is a KMKSZ életében. Megrendezésre kerültek azok a rendezvények, amelyek már évek vagy évtizedek óta eddig hagyományosan megrendeződnek. Említhetném a mezőgecsei böllérversenyt, vagy a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programot. Szernyén tartottuk meg az idén a megyei gyereknapot, vagy a tiszacsomai Árpád kupát, és így tovább. Természetesen emellett mindig megemlékezünk a nemzeti ünnepeinkről, emléknapjainkról, ezért az idén is így volt, január 22-én a Magyar Kultúra Napjáról, március 15-én Beregszázban is Munkácson emlékeztünk meg a márciusi ifjakról. Augusztus 20-án az eddigi Aknasz Latinai megemlékezés mellett most már Tiszacsomán is nagyobb rendezvényt tartottunk. Október 6-án Nagyszőlősön a Perényi Középiskolán emlékeztünk meg az aradi vértanúkról, illetve Ungváron volt az október 23-ai 56-os megemlékezés. A 2019-es év egyébként egy olyan év volt, amikor nagyon sok rendezvényünk jubilált, 30 éves lett a KMKSZ, ennek tiszteletére, ennek emlékére februárban ugyanazon a helyen, ahol a KMKSZ megalakult, tartottunk egy megemlékezést filmvetítéssel a régi időkről, és a végén az épület falán egy magyar és egy ukrán nyelvű táblát helyeztünk el arról, hogy 30 évvel ezelőtt itt alakult a KMKSZ. De több rendezvényünknek is volt úgymond kerek születésnapja, tizedik alkalommal került megrendezésre a Vőfét találkozó, amit az idén Szalókára vittünk el, ugyanis ott volt az első rendezvény is, onnan indult ki maga a kezdeményezés, ezért aztán a tizediket is szintén ott tartottuk meg. De említhetném azt, hogy 30. alkalommal került megrendezésre november 3-án Técsőn az Aranyos Kórus találkozó, vagy azt, hogy december 14-én 25. alkalommal került megrendezésre az adventi vásár keretein belül a Kárpátaljai Magyar Betlehemes találkozó. Emellett a rendezvények mellett a Rákóczi évet is ünnepeltünk, ugye tavaly a Magyar Országgyűlés az idejévet a Rákóczi évnek tiszteletére indította el, és ennek keretein belül is több programunk volt. Többek között ennek keretei között lett lebonyolítva Mezőváriban a zászlóbontás, vagy a Tiszaújlaki Turul ünnepség, ahol a Rákóczinak az első nyertes ütközete volt még 1703. júliusában. Jelenleg is felújítás alatt van a Bovcár forrás, ahol az elmondások szerint egyszer Rákóczi fejedelem az egyik forrásból ivott, azt a ruszinok elnevezték a települést, illetve a mellette lévő forrás Bovcár forrásnak, ennek a felújítása jelenleg is folyik. Popovics Béla és Kész Barnabás egy Rákóczi szabadságharccal kapcsolatos előadás sorozattal ment végig egész Kárpátalján. A művészettörténészünk Popovics Béla a történelmi részét magyarázta el, Kész Barnabás pedig bemutatta az akkori fegyverviseleteket, akkori ruhaviseleteket, ez is olyan nagy népszerűségnek örvendett, hogy több helyre is kérték, hogyha lehet, akkor még vigyük el őket. Az egyik nagy feladata volt az idei évnek a beregszászi Rákóczi szobornak az elhelyezése, felállítása és az átadása. Júliusban sikerült a 20 tonnás, 20,5 tonnás sütői mészkőből készült talapzatot áthoznunk Püspökladányból, ahol Győrfi Lajos ottani szobrászművész ezt elkészítette. Sikerült december 3-án áthoznunk a lovasszobrot is, amelynek december 17-én volt az átadása. Az idei év nagy sikere volt, úgy gondolom, hogy el tudtuk hozni az Omega együttest Kárpátaljára, amely soha nem koncertezett még Ukrajnában, Kárpátalján, és egy közel 10 000 fős tömeg előtt mutatkozhattak be, itt debütálhattak itt Kárpátalján, és azóta is tartjuk velük a kapcsolatot, és keressük a lehetőséget, hogy akár többször is eljöhessenek még ide fellépni. Ami még az idejében egy picit más volt, mint az eddigiek megszokott, az, hogy 75 éve volt, hogy elvitték a kárpátaljai magyar és német férfiak
kollégákat a sztálini lágerekbe, és ez most már hagyomány, hogy 5 évente nem csak ott helyben Szolyván emlékezünk meg az elhurcoltakról, hanem Munkácstól szervezünk egy 25,5 kilométeres gyalogtúrát, egy egész napos túrát, ahová hívjuk az összes olyan embert, akinek nagypapája, nagyszülei, nagybátyja valamikor elhurcolásra került, hogy menjenek részt ezen a rendezvényen, és ez úgy gondolom, hogy sikeres volt, mert 600 ember menetelt tette meg közel 9 óra alatt azt a 25,5 kilométert Munkácstól Szolyváig, amit egykor megtettek ugyanazon az útvonalon, ami őseink is, és ezután egy nagyon szép megemlékezést tartottunk a Szolyvai Emlékparkba. A következő évi terveink között szerepel az eddig már megtartott rendezvényeknek a folytatása, tehát mindenféleképpen szeretnénk, hogy ez a hagyomány folytatódna, és minden rendezvény, amit eddig sikerült megtartanunk, ez a további években is folytatódjon. Vannak különböző tervek arra, hogy a következő évben milyen programot tudunk megvalósítani. Ugye a Nemzeti Összetartozás évévé avatták a következő évet a Magyar Országgyűlés, majd fogjuk látni, ez milyen lehetőségeket ad majd a kulturális programok megszervezésére, és bízunk benne, hogy minél több helyre el tudjuk majd vinni Kárpátalja minden szegletébe a kulturális programjainkat.